Európa egyik leggazdagabb országában, Dániában is azt kérik a szülőktől, hogy öltöztessék melegebben a gyerekeket, mert az iskolákban nem lehet több 19 foknál. A skandináv állam így spórol az energiával, miután ott is az egekbe szöktek a rezsijárak. Első órájukon köszönti diákjait ez a tanárnő az egyik kopenhágai iskolában. Kamille Aggün felhívta a szülők figyelmét, hogy a hideg miatt jól öltöztessék fel a gyermekeket. Általában télen amúgy is hideg van itt, így most csak rosszabb lesz. Ezért küldtem egy üzenetet a szülőknek, hogy vastag zoknit és egy extra felsőt pakoljanak a gyerekeknek, mondta a tanárnő. A kormány döntése alapján október 1-től Dániában a közintézményekben, így az iskolákban sem haladhatja meg a hőmérséklet a 19 fokot. A lépést energiatakarékossági okokkal magyarázzák, ugyanis az észak-európai országban is megemelkedtek az energiaárak. Éreztem, hogy hidegebb van, ezért anyukám és apukám rámadta ezt a kapucnis pulcsit, amit viselek, mondta az egyik diák. Ezen a dám munkahelyen pulóvereket és kesztyűt is biztosítanak az alkalmazottaknak, hogy ne fázzanak. Befolyásolja a koncentrációt, ha leülsz, és azon gondolkodsz, hogy kesztyűt kellene felvenni, mert fázik a kezed. Elég sokat használjuk az ujjainkat, mondja az egyik alkalmazott. Ezek a felvételek néhány napja készültek a Balti tengeren, a dám felségvizektől nem messze, ahol több millió köbméter gáz ömlött a vízbe, az Oroszországot és Németországot összekötő északi áramlat vezetékrendszerekből. Dán és svéd illetékesek szerint a vezetékekben robbanások okozták a kárt. Oroszország és számos nyugati ország is szabotásként értékelte a történteket. A Dán energiaügynöksége a hétvégén jelentette be, hogy az északi áramlat egyen és kettőn tapasztalt gázszivárgást megszüntették. A dán miniszterelnök kedden úgy fogalmazott a parlamentben, az elmúlt hét eseményei is azt bizonyítják, hogy vigyáznunk kell Dániára. A világ bizonytalanná vált energiaválságok, kibertámadások, a kritikus infrastruktúra elleni támadások. Ellátási biztonságunk nyomás alatt van, és ami a legrosszabb, a háború visszatért Európába, fogalmazott Mette Frederiksen. Szombaton a Dán Klíma és Energiaügyi Minisztérium bejelentette, hogy 2024 nyaráig elhalasztják három hagyományos erőmű végleges bezárását az Európát fenyegető energiaválság miatt. A tárca közlése szerint ezzel a lépéssel erősíteni akarják az ország energiaellátásának biztonságát a következő két térre.